Kubai Imre Csabával, a Karcagi Nagykun Gazdakör elnökével arról beszélgettünk, hogy az áprilisi fagy mennyiben befolyásolja a munkálatokat a határban. A csapadékos tél a jó fekvésű, jó vízgazdálkodású talajoknak jót tett. A kitettebb, rétészikes talajok esetében a nagyobb nedvesség tartalom már gondot okozott, mondta a szakember, hiszen később lehetett ezen talajokra gépekkel rámenni. A tél igen csapadékos volt, ebből a csapadékos helyzetből kiindulva a jó fekvésű, jó vízgazdálkodású talajoknál csak pozitív hatását tapasztaltuk. A kitettebb réti talajok, sziges talajok esetében a nagyobb nedvesség tartalom már gondot okozott, később tudtunk a talajokra rámenni, de amikor beindult ez a munkafolyamat, illetve a lehetőségek adódtak rá, akkor a gazdatársaim nagy mértékben hozzáfogtak a talajműveléshez, vetéshez, és nagyon szépen alakul a határnak a képe. Az utakat rendbe tudtuk tenni, használhatóvá tudtuk őket tenni, a szántóföldeket pedig művelésbe vontuk, és a vetések azok megtörténtek nagy részt. Jelenleg a napraforgó vetése folyik, a kukorica későbbi időpontra kerül, hiszen még a időjárás, a talajhőmérséklet nem érte el azt a szakasz, hogy belesen indítani a kukorica vetését. Úgy gondolom, jövő hét folyamán már erre is sor tudunk keríteni. A határban elvetett őszi gabonaférék, őszi vetésű növények nagyon szépek, hasznosították a téli csapadékot, kivéve, ahol belvízkár keletkezett, de a belvízkárnak a több mint 50%-a megoldódott, hiszen a kitavaszodása, a napos szeles idő felszállította így, a határképet úgy mondhatom, hogy közepes vagy annál jobbnak mondható. A vetés szerkezet is módosult az utóbbi időben. A hagyományos gabonatermesztésen kívül a vetőmagtermesztés került előtérbe. A vetés szerkezet az módosult olyan értelemben, utóbbi időben egyre jobban tanulni vagyunk ennek, hogy a hagyományos gabonatermesztésen kívül a vetőmagtermesztés előtérbe került. Folytatódik a hibrid kukorica vetőmagelőállítás, valamennyi napraforgó vetőmagelőállítás, és a pillangós növények, elsősorban a pannonbükköny, szöszösbükköny vonatkozásában borsófélék vetőmagtermesztése, gabonafélék vetőmagtermesztése, valamint olyan olajos növények, például mint az olajeretek vetőmagtermesztése, tehát a intenzív irányba indult el a gazdálkodás menete, hiszen a magyar vetőmagok világhírűek, és a termeltetők azok jó pozícióba, jó árviszonyok mellett tudják ajánlani a lehetőségeket, így a gabona terület valamennyire csökkent, de a termés mennyisége pótolja, tehát jobb terméseket tudunk elérni. Így a vetőmagtermesztésnek a helye megvan, tudjuk biztosítani, és az árbevétel szempontjából, a magasabb jövedelem szempontjából ez egy nagyon fontos dolog. A napraforgó terület az nagyjából ugyanannyi, a repce az ingadozik az időjárástól, éghajlattól, talajállapottól függően, de elmondható az, hogy más növények esetében, például a szója esetében, fehér növények esetében kedvezőbb a helyzet. Tehát bizonyos, lassú növekedés ütem van az intenzív kultúrák irányába. Ez egyrészt a gazdáknak a jobb hozzáállásából, felszerszámozottságából, technikai háttere, műszaki háttere, a digitalizáció szempontjainak a lehetőségének a kiaknál is, mint amivel említettük, az öntözés lehetősége nagyban elősegíti a biztonságos termesztést, így a gazdálkodás menetében a versenyképességünk fokozódik, és a magyar vetőmagtermesztés potenciálja nő. A növényvédelmi szempontok több tényezőtől függ. Az időjárás meghatározó tényező az enyhe tél kedvezett a kártevőknek. A növényvédelmi szempontok azok ugye több tényezőtől függenek. Hát az időjárás egy meghatározó tényező, hiszen a enyhe tél kedvezett a kártevőknek. Elsősorban a repcekártevőkről beszélhetünk, amit leghamarabb tapasztalunk. Másrészt a gyümölcsösökben tapasztalható különböző károsítók, gombabetegségek, rovarkártevők esetében, ha bár nem nagy területen termelünk, de az zárt kertekbe, igen szorgalmas munka folyik, és itt feltétlenül fontos az, hogy a minimális fagykárnak az ellensúlyozására a növényvédelme pótolni kell a betegségek elleni védekezést, az esetleges kártevők elleni védekezést, hogy az a kár, ami keletkezett a fagyból, valamennyit hozamként megmentsünk
a termelés során, és olyat a kis termelők, a gazdálkodók, gazdatársaim a piacra való juttatás szempontjából alapvetőek, hiszen a piacra mindenképpen a kisebb termelők, a kis termelők szállítanak, és ez nemzetgazdasági érdek, hogy ezek a gazdák stabilak legyenek, versenyképesek legyenek, és tudjanak szállítani a piacokra, hiszen a ellátás szempontjából az alapvető, hogy a gazdák által megtermelt termékek közvetlenül a szántóföldtől asztalig program keretén belül megvalósuljon, és a lakosság számára jó minőségű, igazi magyar termékeket tudjunk biztosítani. Sajnos az előzetes felmérés alapján az áprilisi fagyokban a kajszi és az őszi barack károsodott, a cseresznye kisebb mértékben, de ott is van 20-40% körüli károsodás. Sajnos a felmérés, előzetes felmérésünk alapján a kajszi sokat károsodott, őszi barack sokat károsodott, cseresznye még kisebb mértékben, de ott is van 20-40% körüli károsodás. Még ezt pontosan nem lehet megmondani, néhány nap múlva látjuk meg azt, hogy a bibe mennyire károsodott, illetve a termés mennyire károsodott a fagy hatására. Bízunk benne, hogy a fagyos időszak megszűnik, és további kártétel már nem lesz. A tavalyhoz képest kevesebb, nem volt olyan mínusz, mint tavaly esztendőben, de sajnos még most is jelentkezett ez, és az alkalmazkodás szempontjából a mínusz 1-3 fokos hőmérséklet esetén akkor még lehet füstöléssel védekezni, illetve más módszerek is állnak rendelkezésre, de elsősorban a füstölés. Bízunk benne, hogy már ez a fagyos hullám elmegy, és a fagyos szentek pedig nem fog bennünket meglepni további fagyos időszakkal.